A projektzáró rendezvény a 6. osztályos diákok őszi népdalcsokrával vette kezdetét. Az esemény résztvevőit, meghívott vendégeket Rabócné Horváth Erzsébet köszöntötte, majd ismertette a pályázatot. Az igazgató kiemelte, hogy a projektzáró rendezvény a szeptember 15-től november 10-ig tartó 200 órát felülelő időszakot zárta le, melynek során közel 80 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 6-10-12 fős csoportban tevékenykedett. A rendezvényen az is elhangzott, hogy a foglalkozások a délutáni elfoglaltságok keretében szakkör formájában zajlottak. Második osztályosok az Együtt vagyunk, együtt tanulunk szociális kompetenciát fejlesztő szakkörökön vettek részt, a két harmadik osztály tanulói hagyományok ápolása keretében őszi ünnepkör témát, a negyedikesek és az ötödikesek a hagyományok ápolása népmese témakör dolgozták fel. A hatodikosok Gnóti Szauton ismerd meg önmagad, ön és társismeretet fejlesztő szakkör keretein belül bontakoztatták ki képességeiket. Múltadban a jövő címmel terveztünk szakkör formájában olyan tanórán kívüli tevékenységeket, melyek során lehetőség nyílik a tevékenykedés útján történő ismeretszerzésre, hangzott el az eseményen. A hagyományos oktatási módszerekkel nem tudtak javítani az eredményeken, ezért folyamodtak olyan módszerhez, ahol a szülők és partnerek bevonásával motiválhatják a diákokat. Ez egy támopos projekt, amelynek címe köznevelés az iskolában, és itt elsősorban ennek az a lényege, hogy a tanulók kompetenciamérés eredményei javuljanak. Tehát mi olyan programokat állítottunk össze, amelyek ezt fogják majd eredményezni. Ebben az első időszakban, mert ez egy részidőszak, ami másfél hónapos idő volt, ebben az időszakban négy témában dolgoztak a tanulóink. Ez volt a népmesék, az őszi ünnepkörök, volt a együtt tanulunk, együtt vagyunk, és volt egy személyiség formáló csapat. Igazából mindegyik témának az volt a fő célja, hogy a népi hagyományok ápolásán és őrzésén keresztül a tanulók kulcskompetenciáit fejleszte. Nagyon sok tevékenységet terveztek a pedagógusok, hiszen ugye a közvetlen tapasztalás által szerzett ismeret az ugye mélyültebb, és ezért sok manuális tevékenységet végeztek a tanulók, és igazából ezen kapcsán még akaratukon kívül is fejlesztettük bizonyos képességeiket. Nagyon sok produktum született, és akkor ez a mai nap arról szól, hogy ezeket mi bemutatjuk, amit a tanulók készítettek, ez az ő munkájuknak az eredménye, igazából a kreativitásukat is tükrözi. Most nem csak igazából a produktumokat akarjuk bemutatni, hanem lesz egy kis műsor, amely a programoknak a tartalmát is tükrözi majd, és ez a következőből áll össze ez a műsor, lesz egy népdalcsokor, lesznek népi játékok, és lesz egy népmese előadása, bábbos előadása. Azok a gyerekek, akik részt vettek ebben a programban, ők milyen pluszt kaptak? Hát ami nekünk eredmény, az, hogy a gyerekek szívesen visszajöttek, tehát ezek mind délután voltak ezek a programok, szakkör formájában valósítottuk meg, szívesen jöttek és örömmel csinálták a feladatokat, és ez nekünk már egy nagyon-nagyon nagy eredmény. És tehát, hogy plusz mit kaptak? Én úgy gondolom, hogy tehát közösen együtt dolgozhattak, tehát ez a közös öröm, ami igazából megjelent, és természetesen tehát az a fejlesztés, amit célul kitűztünk, azért tehát ennek is megvannak az apró jelei, tehát az apró eredményei tapasztalhatók. Az üdvözlő gondolatok után a második osztályosok a Lipem lopom a szőlő című őszi népi gyermekjátékot mutatták be. Az ötödikes diákok a Kiskondás című mesét adták elő bábjáték formájában.
A programzáró kiállítás keretén belül a pedagógusok igyekeztek minden a gyerekek által készített produktomat megmutatni. A kézműves foglalkozás keretében olyan technikákkal ismerkedhettek meg a gyerekek, melyekre a tanítási órákon nincs lehetőség.